A Jobbik szerint egyfajta lakosságcserét hajt végre a vendégmunkások betelepítésével a Fidesz. A pártelnöke úgy véli, a vendégmunkásokat jellemzően kínai akkumulátorgyárakban akarják dolgoztatni, miközben magyar fiatalok százezrei hagyják el az országot. A stúdióban Gyöngyösi Márton. A Jobbik elnöke, ezt azért hozzáteszem, jó estét kívánok. Jó estét, súlyos vád, amit megfogalmaznak. Mert hogy ez, mintha valamiféle tudatos betelepítés lenne, miközben a kormány arról beszél, hogy 2+1, maximum 2+2 évet adnak ezeknek a vendégmunkásoknak, és utána menniük kell ki az országból. Nézze, azt nem tudjuk, hogy soros terv valóban létezik-e, de az elmúlt években ugye ezzel kábította a Fidesz kormánya saját választóit, meg ugye az országnak a lakosságát, hogy itt egyfajta tervszerű betelepítése zajlik a migránsoknak Magyarországra. Azt nem tudjuk, hogy ez a fajta összeesküvési elmélet, ennek milyen elemei igazak, de egy valami biztos, hogy van úgy tűnik egy Orbán terv. Az elmúlt 13 évben azt látjuk, hogy közel 1 millió honfitársunk elhagyta ezt az országot nyugati irányba, jobb bérek, megélhetés, jobb munkakörülmények reményében. Tisztázatlan körülmények között közel 1 millió új állampolgár kapta meg a magyar állampolgárságot Magyarországon, ugye köztük nagyon sokan letelepedési államkötvényekkel. Az, hogy ezt a határon túli magyarokra kiterjesztették, az nagyon szép, csak hogy nagyon sok olyan ember is kapott állampolgárságot, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, micsoda. Egyesült az amerikaiak megállapították, hogy vannak közöttük szép számmal mafiózók, terroristák és egyéb gyanús elemek, meg hát mi is tudjuk, hogy letelepedési államkötvényekkel, hát minimum egyet tudunk, ugye Gáit Faraont, erről már sokszor beszéltünk itt ebben a stúdióban is talán. És most pedig Orbán Viktor számát idézem, 500 ezer migráns munkást akarnak Magyarországon letelepíteni. De nem migránsok. Tehát hát, ők nem, már elnézést, nem új hazát keresnek, csak dolgozni jönnek, majd hazamennek. Persze, így kezdődött ez Németországban is, a 60-as, 70-es években, amikor ugye a Gastarbeiter vendégmunkás megjelent Németországban, az legalább a német iparnak az érdekeit szolgálta, tehát a német érdekeket tetten lehetett érni. Ez itt a Fidesz által megálmodott kínai akkumulátorgyárak érdekeit szolgálja, hogy Magyarországra filippinókat, vietnámiakat, kínaiakat, közép-ázsiaiakat, meg még nem tudom én kiket, tervszerűen letelepítsenek, miközben zajlik egyfajta hergelés továbbra is. Ma is Deutsch Tamás például kiposztolta, hogy megvédjük Magyarországot, és Magyarország Magyarország marad, meg nem tudom én micsoda, miközben Hajdúszoboszlónak megváltozott az etnikai összetétele az elmúlt hónapokban, némi túlzással. Azért, igen, de, ez így azért ebben a formában de egy is. Valami biztos, hogy Magyarországnak a kulturális egységét és identitását ez a fajta tervszerű betelepítés meg fogja változtatni. Egy ő azt feltételezi, fél, hogy egy mindennek fél, dacára ők itt maradnak majd? Hát egy 9,5 milliós országban 500 ezer migránsnak, munkavállalónak, vendégmunkásnak, teljesen mindegy, minek nevezzük őket, megjelenése, az egy nagyon látható, az egy nagyon-nagyon látható jelenség lesz, és én attól tartok, hogy ez annak a folyamatnak a kezdete, amely Magyarország kulturális identitását, kulturális egységét képes lesz megváltoztatni. Mi a teendő? Nagyon, hát mi mindig azt mondjuk, hogy a bérfelzárkóztatás lenne az egyik legfontosabb teendő, tehát az mégiscsak abszurd, hogy magyarok százezrei hagyják el a saját szülőhazájukat, és mennek nyugatra munkát vállalni, és olyan gyárakat építünk, amiben magyar emberek már, amiben magyar embereknek már nem is kínálnak munkát, hanem Fülöp-szigetekről, meg Vietnámból kell. Ez egy jó gazdaságpolitika. Ez egy nagyon fura helyzet. Én olvastam egy egészen kiváló riportot a helyszínről, Debrecen környéki településekről, az a baj, most nem tudom megmondani, melyik portálon, és abban a riportban feketén-fehéren leírták, hogy mennyit keresnek azok a kínai munkások, akik most ott dolgoznak a gyárak építésén, és nagyjából ilyen 100-150 ezer forintért dolgoznak. Én ezt értem. Ami nyilván fele a magyarországi minimálbérnek. Ez azért egy elég nyomós indok, hogy miért nem a magyarokat hívják vissza. De szerkesztő úr, akkor helyes az a gazdaságpolitika, amely a magyarok adófizető pénzeit, állami támogatásokat ad
a kínai vállalatoknak azért, hogy itt építsék meg az akkumulátorgyárukat, úgy, hogy a magyar gazdaságnak ebből szemmel láthatóan semmilyen haszna nincs, csak az, hogy Orbán Viktor elmondhatja, hogy a GDP milyen jól áll. Hát és idehoznak vendégmunkásokat, akik féláron dolgoznak ahhoz képest, mint amit minimum adunk kínai gyárakban, kínai érdekeket, meg gazdasági érdekeket kiszolgálva. Tehát én ebben a magyar nemzeti érdeket nem látom. Tehát tényleg... Tehát ez egy annyira abszurd helyzet, és tényleg csak azért nem mondom, hogy elérte a abszurditás csúcsát a Fidesz, mert már bebizonyították, hogy hetente képesek tetézni, de azért ez mégiscsak abszurd. Tehát ez nem egy nemzeti gazdaságpolitika, ez nem egy még jobboldalinak, meg konzervatívnak se lehet mondani, ez egy teljesen nemzetellenes terv, ami úgy tűnik, hogy a magyarokat ebből az országból elüldözi, és másokat hoz be a helyükre. Ez Magyarország etnikai, kulturális identitásának a megtörésével egyenértékű. Kérdezem újra, mi a teendő? A bérek fölzárkóztatása. Az Európai Unióból, és ugye pont most egy olyan kritikus helyzetben vagyunk, az Európai Uniónak a tagjai vagyunk. Ennek a tagságnak számos előnyét élvezhetnénk. Most fog lejárni augusztus végén az Erasmus és Horizont pénzek megszerzéséhez szükséges határidő mellett a helyreállítási alaphoz beadandó dokumentáció, terv és minden, amit be kell nyújtani ahhoz, hogy ezekhez a pénzekhez hozzájussunk. Több mint 5000 milliárd forintnyi összegről van szó, ami részben kedvezményes hitel, olyan hitel, amihez a piacon nem tud hozzájutni az Orbán kormány, bármennyire is azt hazudják, hogy hozzá lehet, nem lehet 1%-os vagy 2%-os hitelhez most hozzájutni, főleg olyan gazdasági teljesítménnyel, amivel az ország rendelkezik, és mellette meg vissza nem térítendő támogatásból majdnem 3000 milliárd forintot le tudnánk hívni. Ennek le fog járni a határideje, elesünk ettől a pénztől, és attól tartok, hogy szépen zajlik egy olyan folyamat, aminek eredményeképpen egy újabb vasfüggöny mögé kerül Magyarország. Ezért mondtuk azt, volt egy ilyen gegünk a héten, visszatérve még egyszer erre a gyalázatos migráns betelepítésre, amit a kormány véghez visz, hogy a gazdaságfejlesztési minisztériumot igazából lakosságcsere ügyi minisztériumát lehetne nevezni, ez sokkal jobban fedné a kormánynak a tevékenységét. Legalább ne áltassuk a saját választást. Elnök úr, köszönöm, hogy elmondta, és itt volt. A Jobbik elnöke volt a vendégünk, Gyöngyösi Márton.